A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt két évben ott volt a Hepkupa 4-es döntőjében, Győrben a harmadik, Debrecenben pedig a második helyen végeztek a kék cápák. A cél ebben a szezonban is a fináléba jutás, amelyetől már csak egy lépés választja el Blue-sékat. A nyíregyháziak a Sunshine Nyikse és a Deac U23-as csapata után a Meavcot is elbúcsúztatták. Miskolcon magabiztos játékkal 93-70-re győztek a cápák. A játékosaink úgy álltak hozzá a mérkőzéshez az első pillanattól kezdve, ahogyan az kell. Meg akarták mutatni, hogy mi az a különbség a két csapat között, ami szerintem reálisan is létezik. Ezt szerencsére már az első negyedben sikerült megmutatni, és így nem tudott igazából motivációt vagy lelkesedést fogni a Miskolc. Így szerencsére az egész mérkőzést vezetve simán meg tudtuk nyerni azt a találkozót. A nyíregyháziak a 4-es döntőbe jutásért az NB2 keleti csoportjában veretlenül listavezető Cegléd ellen lépnek majd pályára. Ha papíron megnézzük, akkor valóban nekünk kellene tovább jutnunk, csak a sport a szerencsére nem mindig papíron dől el, és éppen ezért nagyon kell figyelnünk erre a találkozóra. Azért Cegléden olyan játékosok játszanak, akik többen is megfordultak Szolnokon, tehát tapasztalt játékosok. Még ha esetlegesen fiatalabb játékosról is van szó, akkor is tanult kosárlabdázni mindenki, és nagyon jó csapat. És hogyha megnézzük az NB2-ben nyújtott teljesítményüket, akkor szerintem mindenki látja, hogy komolyan kell készülnünk a Cegléd ellen, és nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Ráadásul ugye idegenben lesz a találkozó. A Cegléd pályáján én még nem játszottam, a srácok sem, úgyhogy mindenféleképpen egy idegen környezet vár majd minket. A Hepkupa mérkőzést január 15-éig kell lejátszani a két csapatnak. Addig azonban még több bajnoki meccs vár a cápákra. Vasárnap Sziget-Szent Miklóson a tabellán negyedik helyen álló BKG Prima S ellen lép pályára a jelenleg ötödik helyezett Nyíregyháza Blue Sharks.